jön az ifjúság. Jó, hát csak most nem tudom visszaadni azt, amit az öreg mondom. Miért is vagyunk itt? Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk Orbán Viktornak az emberek véleményét. A kérdés az az, hogy miért itt vagyunk. Eredetileg Orbán Viktor munkahelyére mentünk volna, de ugye a Kossuth tér most éppen átalakítás alatt van, az 1944-es állapotokat szeretnék visszahozni. Azért vagyunk itt, mert Orbán Viktornak tudnia kell, hogy mit gondolnak róla az emberek. Egyetlen egy dolog hiányzik ebből az egészből, Orbán Viktor, ezért most megidézzük Orbán Viktort közénk. Az emberi konzultációnk első szakasza lezárult, ebben az embereket Orbán Viktorról kérdeztük. Itt vannak a rávonatkozó összegyűjtött válaszaink. A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy az emberek Orbán Viktort alkalmatlannak tartják a feladatai ellátására. Ezért itt lenne az ideje új munkát keresni. Szociális érzéketlensége miatt nem gondoljuk úgy, hogy a szakmájában ügyvédként megállná a helyét, ezért keresgéltünk neki egy másik munkát. Az egyértelművé vált, hogy az elmúlt két évben az egész országot birkának nézi, ezért ezen a vonalon indultunk el. Egy olyan életpályát kerestünk neki, ami az összes igényét kielégíti, és arra jutottunk, hogy Orbán Viktornak el kell mennie Ausztráliába birkapásztornak. Megkönnyítve a döntését, repülőgépet is néztünk neki, és hogyha úgy dönt, hogy elmegy, akkor a nép nevében ezt összedobjuk, hogy nehogy az legyen a probléma, hogy nincsen rá pénz. Hoztunk neki bőröndöket, hogy még pakolni is tudjon. Ne tessék ilyen tiszteletlenül rángatni, miniszterelnök urat, köszönjük, hogy megtisztelt minket. Erősen megfogni a nyakát. Az élet tudjuk, hogy nem csak a munkáról szól, fontos az aktív pihenés is, ezért a munkahelyhez közeli foci csapatokat is összegyűjtöttük, mert tudjuk, hogy Orbán Viktor nagyon szeret focizni, és hogy tudjon élni ennek a szenvedélyének. Mi azt hiszem, hogy megtettünk mindent, hogy Orbán Viktor ezt elfogadja. Az volt az eredeti célunk, hogy ezt az emberi konzultáció rávonatkozó részét, ezt át tudjuk neki adni. Ő ezt megakadályozta, ezért ajánlva tértivevényesen ezt a teljes csomagot, az emberi konzultációt, a munkalehetőséget, a repülőjegyet és a foci csapatokat föladjuk neki postán, és nagyon reméljük, hogy azt a választ fogja mondani, hogy átgondolta, elfogadta, és neki is jobb egy nyugodt élet birkapásztorként Ausztráliában. Köszönöm! Ezt az állást én is elfogadnám. Nyilvánul meg, hogy Orbán Viktor birkának nézi az embereket. Teljesen egyértelmű, hogy irányítani szeretné az itt zajló folyamatokat Magyarországon minden szinten. Ez azért annyira nem merik, ő így miniszterelnökként.
Nem, mert azért az eddigi miniszterelnökök azért ilyen szinten nem mentek el, és a kétharmados felhatalmazás nem biztos, hogy minden intézkedését lefedi, és arról nem is beszélve, hogy amikor megnyerték a választásokat, az előtt lévő kampányban nem volt szó alkotmányozásról. Tehát lehet azt mondani, hogy átverték a választókat, mert hogyha mondják azt, hogy ha nekünk itt kétharmadunk lesz, akkor gyakorlatilag írunk egy alaptörvényt, akkor nem vagyok benne biztos, hogy megnyerték volna a választásokat. És hányan válaszoltak az önök kérdéseire ebbe a konzultációban? Hát olyan 900 ezer környékén, ez már egy szűkített lista, kivettük a nagyon bántó válaszokat, mert azért fontos, hogy azért egy kulturáltsági mércét meg kell ütni, hogyha már a miniszterelnök úrhoz beszélünk, de nagyon sok olyan válasz jött, ami nem sajtóképes, és nem tűrné a nyomdafestéket. Kérdeztetek én is, tehát hogy elküldenék Orbán Viktort, én azt kérdezném, hogy akkor ki jönne a helyére, van-e alternatívájuk? A szolidaritás a megalakulásától egy széles társadalmi összefogásról beszél. Biztos vagyok abban, hogyha Orbán Viktor jobb belátásra tér és úgy dönt, hogy elmegy Ausztráliába, akkor egy arra a feladatra alkalmasabb ember lenne a miniszterelnök. Van ilyen? Önök szerint van ilyen? Lesz. Mindenki más. Lesz, és menjen el Orbán Viktor, írjunk ki választásokat. Tehát önöknek ennyi a céljuk? Igazából hosszú távon, nézze, az teljesen egyértelmű, hogy Orbán Viktort és a Fidesz kormányt demokratikus eszközökkel kell leváltani. Semmilyen más megoldás nincsen. Hogy ezek a választások mikor lesznek, ez a kérdés. Reméljük, hogy elmegy Orbán Viktor, és akkor minden hamarabb. Tehát önök ebben látják a megoldást, hogy Orbán Viktornak el kell tűnnie, és utána mindegy, mi lesz, jobb lesz. Nem mindegy, hogy mi lesz. Majd én válaszolom neki, bocsánat, csak itt kell, tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz. Tehát Orbán Viktor csak akkor van értelme elzavarni, hogyha is, illetve leváltani egy olyan választásokon, hogyha van egy olyan alternatíva, ami valóban alkalmas arra, ami biztosítja azt, hogy az ország egy teljesen más úton el tud indulni. Erre vagyok kíváncsi, hogy meggondolták-e, végiggondolták-e ezt, hogy van-e további lépcső. Tehát, hogy természetesen folyamatosan, nem csak a szolidaritáson múlik, hanem az országnak a politikai elitjén múlik, rajtunk is múlik. Mi azon dolgozunk, hogy létrejön egy olyan alternatíva, amire valóban nyugodtan rámondhatjuk és elmondhatjuk az embereknek, hogy kedves hölgyeim és uraim, ez az a csapat, amelyik alkalmas arra, hogy ezt az országot jobb irányba terelje. Én biztos vagyok abban, hogy ez legkésőbb ősszel, vagy jövő tavaszra ez az alternatíva így vagy úgy, de föl fog állni, lesz itt egy szélesebb körű összefogás, és ami megfelelő lesz arra, hogy beváltsa azt az ígéretet, amit az emberek már tudtak valószínűleg 2010-ben is, hogy Orbán Viktor és csapata is a Fidesz nem alkalmas az ország vezetésére, csak akkor ott és akkor nem volt kire szavazni. Ez 2014-ben, vagy bármikor is lesznek a következő választások, nem fordulhat elő, és reméljük, hogy soha többet nem fog előfordulni, hogy úgy nyer egy párt választásokat, hogy gyakorlatilag nincs programja, előtte való 8 évben abból élt, hogy az aktuális kormányt szidalmazta, és cserébe semmilyen programot nem nyújtott, tehát természetesen a szolidaritás mozgalom is csak úgy áll bele bármilyen összefogásba, és bármilyen kormány leváltó cselekedetbe, hogyha már megvan az a program, amire rá tudunk mutatni, hogy ez az, és ezt szeretnénk végigvinni. Tehát akkor ez most még nincs meg? Jelen pillanatban ez még pontosan készen nincsen, szeptembertől a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztalnak az első vitaanyagai, programanyagai kikerülnek. Ezeket az egész országban meg fogjuk vitatni, el fogjuk vinni vidékre a különböző nagyvárosokba, hogy a különböző pártok, szakértők, szakszervezetekkel is meg tudjuk ezt vitatni. És ezzel is azt reméljük, hogy egy olyan programot tudunk letenni majd, ami majd jó kiindulása lehet az összefogásnak, és amit már tudunk egyeztetni a többi párttal is. Tehát akkor még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ezek szerint akkor nekem ez úgy tűnik, hogy vak vezet világtalant. Nem így látják? Én egyáltalán nem így látom. Miért? Hát az előbb elmondtam azt. Nem, mivel nincs program. De mondtam, most azt hiszem, hogy augusztus 20.
kettedike van, és én el tudom mondani, hogy 10 nap múlva, amikor már az ország visszatér a nyaralásból, és nem uborka szezon van, és nem, hogy mondjam, még mindenki féle Balatonban van, akkor el tudjuk kezdeni az érdemi munkát szakértőkkel, és pontos problémapontokat fogunk tudni adni szociális kérdésekben, gazdasági kérdésekben, korrupcióval kapcsolatban, rendvédelemmel kapcsolatban, és ilyen témákkal, de jól tudjuk, hogy a többi pártnak, vagy civil szervezetnek is vannak ilyenjei, ami szuper jó, ezeket kell egy összhangba hozni, és akkor utána el lehet dönteni, hogy akkor hogyan tovább. Köszönöm szépen. Még szerintem, nem olvasunk fel valamit? Bocsánat, a Photoshop nevében hagyj kérem, egy kicsit toljátok el át. Persze. Mert itt ez nem igen, ez nem. Akkor nézd, csináljuk, akkor csináljuk. Hadd fényképezzük. Csináljuk meg. Jó, az nagyon jó. Most a fényképezzük. Közben valaki kérdezte, hogy miért volt birkapásztor, mert miről gondoljuk, hogy birkának nézünk. Hát bocsánat, ez olyan, mint a olyan butának nézünk, birkát nem vagyunk, és olyan türelmesnek nézünk, birkát, és nem vagyunk annyira türelmesnek, akkor birkának nézünk, és birkapásztornak valós, nem emberpásztor. Nem akarunk birkapásztor, birkát. Visszajött a türelmünket, és 100 kilométeren túl találtunk neki állást, úgyhogy a Szolidaritás szívesen összedobja neki a albérletre a pénzt, és, és támogatásra is, hogy nem a albérletre talált. A illetékre nem. Köszönöm. Elsősorban olyan dolgok, amint járadék emiatt nekünk járna. Se kecske, se gomba. Voltak már, amikor elég lazán elsegette ez. Szerintem Orbán Viktornak tegyük az alkalmazásokat. Ezt augusztus 10-én igen, de az, hogy tegnap konkretizálta le. És ön szerint azért, mert hogy ez a flash volt. Nem. Ennek nagyobb lépésekre vagy? A kábelzel tudod dugni? Mi a véleménye Orbán Viktorról Magyarország miniszterelnökéről? Megfelelő mennyiségű tisztességes, józan és megértő, illetve felkészült ember hiány ide jutott. Olyan folyamatokkal sodródik, amiket ha belát, vagy gonosz, vagy sokat szenved. Ha nem lát be, akkor fejére nőtt a környezete. Volt. Mi a véleménye Orbán Viktorról, Magyarország miniszterelnökéről? Modern történelmünk első igazi nagy csalódása. Rémes belegondolni, hogy mi lett volna és mi lett belőle. Mit üzen Orbán Viktornak? Távozzon a közéletből, kedves miniszterelnök úr! Mi a véleménye Orbán Viktorról, Magyarország miniszterelnökéről? A harmadik köztársaságunk nagy csalódása. Minek indult és mi lett belőle? Remélem eljön a nap, amikor megint jó útra tér. Mit üzen Orbán Viktornak? Gondolja át, hogy mit csinál, mert mindünkre hatással van a cselekedeteivel. Mi a véleménye Orbán Viktorról, Magyarország miniszterelnökéről? Néha kicsit sok, néha nagyon. Remélem, ezt a regisztrációt nem gondolta komolyan, mert egy hatalmas fekete pontot csinál Magyarországból. Mit üzen Orbán Viktornak? Ne vezesse be a regisztrációt, könyörgünk önnek. És ezek
ezek elkezdünk ilyen, és ezek ismétlődnek. Tehát nagyon kevés pozitív válasz érkezett. Hát tegyük, hogy nem muszáj. Hogy volt ez? Sanyi!